Zsivócki Attila volt a 2020-as nyári szekszárdi napközis atlétikai tábor vendége az idén. A 10 próbázás, ez ugyebár 10 versenyszámban áll, minden idők egyik legkiválóbb magyar versenyzője, Zsivócki Attila pályafutása csúcsán egy világbajnoki bronzéremmel gazdagította a magyar atlétikát. A legendás kalapácsvető Zsivócki Gyula fia nem egyedül érkezett, hanem feleségével, Kocsis Györgyivel, aki még vele ellentétben aktív. Györgyi szeretne még egy emlékezeteset alkotni, például a jövő évben esedékes olimpián, ahova el szeretne jutni. A sokoldalúságot igénylő versenyszámok, az ugró, a futó és a dobószámok együtteséből álló 5, 7 és 10 próba jelentős hazai szakemberei ők, akik az ilyen váltó és sorversenyeket, amilyen szekszárdon volt, főleg kisgyerekkorban, nagyon is szorgalmazzák. Éppen ezért könnyű volt a békát a tónak ugrasztani, amikor Sever Tamás táborvezető felkérte őket, mivel a rossz idő miatt amúgy is terembe szorultak, legyen az ő kedvük szerint hangulatfokozó sor- és váltóverseny a zárónapon. Zsivócki Attila már a negyedik X-én túl lezárta pályafutását. A budapesti Honvéd szakági edzőjeként szeretné a látókörébe került gyerekekből a maximumot kihozni. A legjobb tanítványait különböző világversenyekre eljuttatni, így a tokiói olimpiára is. A versenyzői pályafutásával kapcsolatosan abszolút elégedetten nyilatkozott. Én azt gondolom, hogy kevés tízpróbázott mondhatja azt a pályafutása végén, hogy kihoztam magamból a maximumot. Mindig van lehetőség javítani és jobb eredményeket elérni. Én szerencsésnek gondolom magam, hogy ki tudtam magamból közel hozni a maximumot, de persze mindig lehetett volna jobb is. Kocsis Györgyi már a diák olimpián is 4 próbázott, és ez előre vetítette, hogy a seblőkorban kezdődő igazi sportpályafutása a próbázásra való felkészülés jegyében történjen. Én mindig abban a típusban vettem részt, ahol az ugródobó és futószámok is szerepelnek, és megragadtam ennél a szakágnál, hiszen ugye ez később bővült 6 próbára, majd 7 próbára, és mindegyiket élveztem, jól ment, és emiatt ragadtam meg a 7 próbánál. Az 5 próbában tudott nemzetközi szinten kitűnő eredményt elérni, a fedett pályán elért EB bronzérem ezt fényesen jelzi. Györgyi a legutóbbi a riói olimpián is derekassan helytált, 6442 elért pontjával a 8. helyet szerezte meg az 5 próbázó hölgy, aki 35 évesen is reménykedik, lehet ennél még egy kicsivel jobb is az összetett pontszáma. Mindenben úgy érzi az ember, hogy még tud fejlődni, hiszen azért soha semmi nem tökéletes, tehát ha erőlétileg fejlődök, az is minden versenyszámomon meglátszik, ha technikailag fejlődök, ha ügyesedek abban úgy is. Tehát nem érzem úgy, hogy bármelyik versenyszámom tökéletes lenne, úgyhogy erre nagyon nehéz válaszolni. Az is nagyon nehéz, hogy már azt az utolsó pici 1 centit, akár mondjuk egy magasugrásnál rá tudja tenni az ember. Férjétől Zsivócki Attilától minden bizonnyal megkapja a rá egyéniségére adaptált legjobb edzői mesterségbeli fogásokat. A VB bronzérmes klubedzőnek bizony legyezné a hiúságát, ha előbb-utóbb a magyar válogatottnál felkérnék a próbázók szakmai munkájának irányítására. Építő jellegű kritikája is van a helyzet jobbítására. Ez nem rajtam múlik természetesen. Az biztos, hogy a több próbázást egy kicsit jobban össze lehetne fogni Magyarországon. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakág, amiben a nemzetközi eredményesség jó lehet, és érdemes lenne több energiát fektetni a felkészülésbe. Zsivócki Attila szemléletváltást sürget a próbázó utánpótlás nevelésben. Úgy látja, az egyes atlétikai szakágak kiválasztását időben még jobban el kellene tolni. Amiből szerinte mindenki csak profitálna a későbbiek során.